A románok elleni eb hazai X után következő idegenbeli ellenfelünk Észak-Írország vezeti a csoportot 16 ponttal, mi 12-vel a harmadikok, alig hanem Pócs érő térőhelyen vagyunk. Balhé persze volt az utcákon, de bent a stadionban maradt a 0-0, amely után kilátásainkat a 41-szeres válogatott Fehér Csabával, a szakkommentátorunkkal elemezzük. Szia, jó reggelt! Jó reggelt. Csabi, olyan román újságok szerint ők győzelmi lehetőséget szalasztottak el pénteken. Igazuk lenne? Részben, részben úgy gondolom, hogy mind a két csapat játszhatott volna egy kicsit bátrabban. Nem éreztem ott a pályán, hogy nagy különbség lenne a két együttes felfogása, a között. Én úgy gondolom, hogy ennél tud jobban futbolozni a román válogatott is, de ugyanez elmondható rólunk is. vagyis a világranglistán ezek ilyen papírizi de ott kimutatható 30-32 helyes különbség, ez hát nem tudom, mibe érzékelhető volt bármiben, mondjuk a labda birtokláson kívül. Hát ezen alapon úgy gondolom, hogy nem. Talán, hogyha nagyon-nagyon boncolgatjuk, akkor akkor több játékosok játszik külföldön, jobb csapatokban, a román klubcsapatok azért eddig jobban szerepeltek, mint, mint a magyarok tették. Mégis úgy gondolom, hogy ebben a stadionban, ezzel a közönséggel a, a hátunk mögött, ilyen hangulatban ez abszolút kompenzálható volt, és talán, talán hogyha ezt a hullámot jobban meglovagoljuk, akkor a, a közönség támogatásával talán több is lehetett volna benne. Mi az, amit ezen, és miért nem sikerült meglovagolni egy kicsivel jobban? Mert egyet tegyünk hozzá, ezt már, már, itt ma reggel én hangsúlyoztam, hogy ez a magyar válogatott derekosan küzdött, és, Szi. és ahhoz képest, hogy milyen állapotban voltak ezek a srácok, úgy nagyjából mindent kihoztak magukból. Igen, hát két oldalról lehet megközelíteni, hogy valóban, hogy milyen állapotban, ugye itt kulcsjátékosoknak bizonytalan vagy bizonytalan volt a helyzete a a legjobb játékosunk sárgalapok miatt nem játszott, a védelem egyik meghatározó tagja kidőlt a mérkőzés elején, tehát igen, lehet rá magyarázatot találni és keresni, de mégis úgy gondolom, hogy, hogy a magyar válogatottnak, és talán nem tudás, hogyha azt mondom, mindenkori magyar válogatottnak a hazai mérkőzéseken a legnagyobb ereje a közönség. És most van egy olyan stadionunk, ahol, ahol közel van a közönség, ahol, ahol tényleg nem 40 méterül az első ember az oldalvonaltól, nagyszerű hangulat volt. Én személy szerint nem voltam kint, de ez abszolút a tévén keresztül is érzékelhető volt, hogy, hogy mennyire szerette volna mennyire szerették volna a nézők, hogyha megvan a három pont. Ebből a szempontból van nekem is talán egy kis hiányérzetem, de hát hogyha az előbb említett okokat, indokokat említem, akkor úgy gondolom, hogy az egy pont az elfogadható, és hát annak tükrében, hogy azért ez maximális fegyelem, maximális küzdeni tudás, maximális akarat mellett született, úgyhogy abszolút együtt lehet élni ezzel a nulla nullás döntetlennel. Azt, hogy a magyar csapat az egy pontért a döntetlenért ment ki a pályára, ilyet lehetett érzékeny ezen a mérkőzésen a játékképén? Nem gondolnám, azért, mert hogyha összehasonlítjuk ezt a mérkőzést a magyar csapat korábbi mérkőzéseivel, akkor úgy gondolom, hogy abszolút felismerhető és hasonló ját, és stílusban, felfogásban futboloztunk, annyi különbséggel, hogy, hogy nem volt egy Gera villanás, nem volt egy Stieber villanás, nem volt egy Zsuzsák Balázs szabadrúgás, tehát az egyéni mondjuk úgy, hogy klasszisaink most nem tudták azt a, azt a kis pluszt hozzátenni, de azt hogy, azt, hogy most már egyértelműen látszik, hogy mit akar a magyar csapat, reálisan felismerve az erejét, maximális fegyelmezettséggel futballozik, és hát azt, hogy most már jó pár mérkőzés óta ez a védelem nem kap gólt hát az, az, nagyon fontos. Hát bizony, öt meccs óta ez összejött. Na most itt a támadójáték tudatossága, mert az előbb is, amit te is hangsúlyoztál, hogy egy villanás, ami hiányzott, ami korábban megvolt, ami persze egy, egy felépített taktikából, ezt ugye Dárdai gyakorlatilag szinte ilyen persze persze levezette korábban egyes meccseken, Igen. hogy nyugalom, aztán majd lesz valaki, és aztán lett is általában valaki, aki villant. De most például ugye Leandro azt mondta, hogy mindenki úgy volt ez a mérkőzés, hogy hát ha találunk egy gólt. Legyünk realisták. Ennél mondjuk egy román ellen miért nem tudatosabb a támadó játékunk? Tehát mi az, amit nem érdemes számon kérni ezen a magyar válogatotton? Hát én az első fél időben talán túl gyorsan választottuk a hosszú labdákat. Nem igazán próbálkoztunk labda hogy hogyha próbálkoztunk, akkor akkor nem mindig sikerült. És itt érződött legalábbis számomra nagyon a Gerazolinak a hiánya. Uh -huh. elmészünk a románi elleni mérkőzésre, amikor egy kicsit talán a a fél ország meglepődött, hogy Gerazolit védekező középpályásként játszott a pal, és utólag kiderült, ez nagyon jó döntés, mert kell egy ilyen, egy ilyen, nyugodt, rutinos játékos, aki megtartja a labdát, aki, aki meghatározza a csapatnak a ritmusát, hogy mikor kell rohanni, mikor kell egy kicsit a, a csapatnak megtartani és körbejáratni a, a, játékszert. Tehát ebből a szempontból igen, az első fél egy kicsit, kicsit hát hiányos volt. Támadójáték, támadójáték valóban gyengébb volt, mint akár az, az előző egy-két mérkőzésen, amikor ugyancsak nem beszélhetünk huszáros magyar rohamokról. De, de, hogyha arra gondolok, hogy mennyi dolgozott Gyugyász Balázs, mennyi dolgozott Stieber, mennyi dolgozott Szalai vagy Nikolics, akkor úgy gondolom, hogy az ő helyük most ezen a mérkőzésen hát ebben forgácsolódott el. Szakmai szemmel tegyünk különbséget, magyarázzál nekünk a játékukban, ezen a mérkőzésen, amit látunk, Szalai illetve Nikolics két támadóról beszélünk. Ugye más alkatúak, más típusú stílusban vagy játékrendben érzik igazán jól magukat, de most ezen a mérkőzésen mit láttál a két támadónál? Én úgy gondolom, hogy az Ádámnak ez a, ez a jobb mérkőzései közé tartozott. Mind a ketten rengeteget dolgoztak, ahogy azt az előbb is említettem, hogy az Ádámnak volt egy nagyszerű lövés, amiből majdnem gól született, veszélyes volt, nagyon sokat verekedett a, a román védőkkel, Nikolicz Nikolic talán ő jobban várt a lehetőségre, nagyon sokszor mozgott a leshatáron, várta, hogy... hogy Megjöjjenek lak... a passzok? hogy jöjjenek a passzok. A passzok néha jöttek is, vagy túl korán, vagy pedig túl későn, amiből már leszületett. Talán a kettő közül most ő volt halványabb, vagy főleg annak a tükrében, hogy ugye szerencsére hétről hétre érkeznek a hírek, hogy milyen bombaformában játszik Lengyelországban. Talán felé egy kicsit fokozottabb is volt az elvárás. Amit amit hiányoltam, a kettőiknek az összjátéka, tehát én úgy gondolom, hogy ők, ők mozoghattak volna talán egy kicsit közelebb egymáshoz, és az kettők összjáték alatt nem azt értem, ami sokszor előfordult, hogy a, az Ádám próbálta indítani a, csapa, a csatártársát, a Nikolicsot, talán ők is a középpárról több támogatást kaphattak volna ilyen szempontból, és akkor közelebb tudtak volna egymáshoz játszani, rövidebb összjátékat talán jobban tudtak volna egymást. Uh -huh. Na most Csaba, nézzük, hogy mire lesz, amit itt látunk elég Belfastban, illetve hogy hát nem az, hogy ez mire lesz elég, hanem ott ehhez képest mit fogunk valószínűleg látni, mert azt mondja, a Stork is jelezte, hogy nem, ugyan, nem egészen ugyanezt fogjuk látni. Hát igen, ebből a szempontból számomra is egy kérdés, hogy mi az, amiben Például a... Például Gera Zoltán fogjuk látni, ami egy nagyon lényeges kérdés. kérdés. Úgy gondolom, hogy az, az mindenképpen jót tesz a csapatnak, amit az előbb említettem, hogy lesz egy olyan játékos a pályán, aki, aki hát a rutinjával esetleg, hogyha kell, akkor kiveszi az iramot a mérkőzésből, hogyha kell, akkor, akkor rágyorsít. Az egyéni villanások terén még egy fő lesz, aki, aki képes eldönteni a mérkőzést. Nem szabad belemenni a, az északírek által diktált rohanásba, én most úgy gondolom így előzetes várakozásként, hanem a, a a mi rövid passzos játékunkra kicsit többet tartani, vagy hát a... Tehát se rohanás, keveszt. se ütközés, brusztolás, ez nem a mi Hát, világunk, hát elkezdenek Nem ebben re. kell, uh -huh. ez elkerülhetetlen a mai labdarúgásban, amiket mondasz, de nekünk nem ebben kell az írek felé nőni, hanem tudásba. Maximálisan elismerem az északíreknek a szereplését ebben a csoportban, de egy kicsit még mindig talán. Tehát én még nem látom bennük, mögöttük azt az erőt, hogy mitől van nekik ennyi pontjuk és, és mitől, hát mitől. Nagyon érdekes a a csoport ilyen szempontból. Az igen. ő példájuk az egyik a legelején, a másik a görögök És igen, a talán ér át a világ, mondta. Igen, igen, ugye több szövetségi kapitány is nyilatkozta a csoport, vagy a, 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 a csoport legerősebb csapata az a görög, aki jelen pillanatban hát nem túl. tartott. még szerepel. most is te is, e, e, kapitányváltásaik után is a borzasztó együtt. Hogy a görög Hát igen, aha. Hát most már kezdem kételkedni benne. Igen. Most már azért úgy gondolom, hogy itt, itt a motivációval vagy a csapategységgel azért, azért komoly problémák lehetnek, amit innen nehéz megállapítani. Amit az északírek szeretnének, azt mi fogjuk-e bírni erővel, illetve mi lehet az ellenszerünk arra, mert hogy a probléma az, amit a román meccsen is megvolt, az, hogy játék lehetőség, az, hogy mennyit szerepelnek a válogatott futballistáink, és ugye ez látszik, hogy Stortnak is vannak ebbe kétségei, tehát ezért is próbál kockázatot minimalizálni. Igen, azért az nem véletlen, hogy akár a magyar labdurgásról beszélünk, akár a nemzetköziről ez a, ez a mérkőzés ritmus nagyon sokszor hát előforduló, szinte már, szinte már szakfogalom így a, 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 futball nyelvben. Úgy gondolom, hogy ebből azért, vagy ebből a szempontból nem a legideálisabb, hogy, hogy a játékosaink továbbra sem rendelkeznek ezzel és a hazai találkozón ebben azért maximális segítséget nyújtott a, a hazai környezet és a hazai közönség. Tehát ahogy én ezt mérkőzés előtt is mondtam, hogy hogy ebben a hangulatban nem lehet elfáradni, ilyenkor, ilyenkor nem érez az ember fáradtságot, és tényleg ez a pályán így is volt a játékosok részéről. Most viszont viszonylag rövid időn belül jön a következő találkozó. Kicsit azért, azért hát merültek ezek a tartalékok, ami a román mérkőzésen még mindenki előszedett, úgyhogy nem a legjobbak az előjelek, de, de azért én bizakodó vagyok, mert tudásba, meg a, a fegyelmezet védekezésre építve úgy gondolom, hogy azért abszolút nem vagyunk esélytelenek. Reálisan szemlélve egyébként ebben a csoportban ez a harmadik hely néz ki nekünk, mit gondolsz? Azt már vehetjük biztosnak nagyjából? Hát Reálisnak mondható, igen. Hmm. Úgy gondolom, hogy nagyjából ez volt a realitás a sorsoláskor is, csak ahogy te is említette, teljesen más két csapatot képzeltünk magunk elé a csoportban. Én, én tehát megint visszatérve a román Mérkőzésen úgy gondolom, hogy talán könnyebb lett volna ezt a román csapatot itthon megverni, mint hogy a Pócs lehet ez ön esetleg most mondok egy például mondjuk a törökök ellen oda-vissza mérkőzésen tovább Hollandok, ütni. oroszok, igen. Hollandok, oroszok, tehát ott azért előfordulnak jó nevek. Én úgy gondolom, hogy azért nem kell nekünk még feladni a küzdelmet a, a, második, a második helyért, hát. de talán a realitáshoz most már közelebb áll a, a Egy hat, biztos, hogyha a magyar futballról, már mint a válogatottról beszélünk, akkor minélkül utána a Storknál is nagyjából ugyanazok játszanak, mint Árdai Pálnál, és hogyha kívtánk az Európa bajnokságra, akkor se hiszem, hogy nagyon eh, nagy változások lennének, de körülbelül addig látunk előre, nem? Mert hogy, hogy utána eh, mi lesz itt kulcsjátékosok eh, nyugdíjba vonulásával majd, hú, hát az egy nagyon eh, messzevezető kérdés. Igen, jelen azért nehéz elképzelni ezt a, ezt a válogatottat, akár egy Király Gabi, Juhász Roland, eh, Gera Szalai, Dzsugyák eh, nélkül. Hát ugye a Stork most próbálkozott, hogy az ő általa jól ismert utánpótlás válogatottból játékosokat hívott meg a keretbe, az nem meglepő, hogy azért nekik nem a román mérkőzésen kell debütálni, bízunk benne, hogy, hogy lesznek olyan fiatalok, akik, akik átveszik majd az előbb említett játékosoknak a hét a, a magyar csapatba, de ebből a szempontból is azért egy, egy kicsit kicsit lehet bennünk aggódás, mert jelen pillanatban én még nem látom ezeket a neveket. Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bízunk benne, hogy Belfazban robbantani fogunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen és...